életéről nagyon keveset tudunk. Annyit tudunk biztos, hogy 1733-ban született Pannonhalmán, az akkori Szentmártonban. Úgyis édesapja, Istvánffy József, a bencés főapátságnak volt orgonistája és karnagya, és így emiatt a Szentmárton hegyén látta meg a napvilágot a fiatal Istvánffy. Nem tudjuk, hogy hol tanult, az biztos, hogy megfordult a kismartoni Eszterházy udvarban, ottani karnagy Gregor József Werner igen erősen hatott rá, ebből lehet valószínűsíteni, hogy megfordult a kismartoni Eszterházy udvarban, ami ugye a kor zene életének egyik fellegvára volt, nem csak hazubirodalomban, hanem ugye Európában is. Utána a Széchenyi családnál szolgált, mint házi organista, először Sopronhorpácson, majd Nagyszenken. 1764-ben Zichy Ferenc püspök meghívására érkezett ide, Győrbe, és gyakorlatilag haláláig 1778-ig, tehát csak 14 évig itt karnagyként szolgált. Istvánffy Benedek abban a korban élt, a 18. század közepén, ugye, amikor tudhatjuk azt, hogy már az ifjú Mozart és az ifjú Haydn működött. Ugye tudjuk azt, hogy az Eszterházán, illetve Kismartonban működött Gregorius Werner, aki Haydnnak az elődje volt az Eszterházy hercegek szolgálatában. Ő vele nagyon jó kapcsolatban volt, és munkáit is figyelemmel kísérte, az egyik Werner egyik nagycsütörtöki miséjéhez Istvánffy Benedek komponált egy Glória tételt, azt kiegészítve, tehát stílusban is nagyon jól ismerte. Visszatérve ugye a két óriáshoz és Istvánffy Benedekhez, abban az időben, ugye, amikor Istvánffy Benedek életét befejezi, ugye ekkor kezdi el igazából Mozart és Haydn is komponálni a legjelentősebb műveit. Zichy Ferenc ugye egy törzsökös magyar arisztokrata családból származott, és igen érzékenyen ügyelt arra, hogy a kulturális mecenatúrában, művészeti mecenatúrában aktívan részt vegyen. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a székesegyház barokkizálás az ő nevéhez kötődik. Franz Anton Maulbert akkor Európának legnagyobb festőjét is ő hívta ide. Igen, kedvelte a zenét is, és ezért fontos volt számára, és anyagilag is áldozott erre, hogy egy kiváló zenekar működjön a székesegyházban. Ez a zenekar, aminek Istvánffy ugye a vezetője volt, nem csak a miséken vett részt, hanem különböző egyéb rendezvényeken, tehát körmeneteken és városi rendezvényeken is. Tehát így Győr zenei életében ez gyakorlatilag egy meghatározó szerepet töltött be ez a székesegyházi kórus. Istvánffy Benedek, mikor elkezdi a győri székesegyházi működését, ugye még elődje Bekler András élete vége felé kap a székesegyház új orgonát. És ez az új orgona nyilván, hogy inspirálja Istvánffy Benedeket teljes működése idején, és a Dorottya misében is észrevehetjük ezt, ugyanis néhány helyen az orgona olyan szólisztikus szerepet kap, hogy szinte koncertáló jelleggel működik. Egy nagyon díszes, pompázatos mise kompozícióról van szó, annak minden zenei lehetőségével együtt, tehát a lehető legnagyobb zenekari apparátust használva, kórussal, szólistákkal megerősítve. Zichy Ferencnek 1770-ben volt az aranymiséje, óriási ünnepségek voltak. Ugye erre írt a Szent Dorottya misét Istvánffy, ez egyik legnagyobb szabású, és a zeneértők szerint a legsikerültebb műve is, de hatalmas felvonulások, színélőadások voltak, sőt egy angol utazó leírja, hogy tűzijáték is volt, úgyhogy Győr első tűzijátéka is Zichy Ferenchez köthető. Istvánffy Benedeknek ugye nagyon kevés műve maradt meg, ennek ezek közül a legtöbb a győri székesegyház kottatárában maradt fenn, ugye ezt most levéltárunk őrzi, és emelt egyébként még 141 olyan kotta van, ami Istvánffy saját kezével másolt.
ez nagyon sokáig igazából rejtve maradt a zene kutatók előtt, és tulajdonképpen Bárdos Kornél, aki megírta Győr zene életét, és később a híres zenekutató Dobszai László voltak azok, akik felfedezték az utókornak kisebb verdeket. Egy utazó nem csak azt írta meg, hogy milyen pompázatos ünnepségek voltak Zichy Ferenc aranymiséje körül, hanem magáról a műről is ír. A fenséges énekkari és zenekari muzsikát az itteni káptalan szukcentora és karmestere a zeneművészet összes szabályainak megfelelően szerezte, és számos kiváló zeneművész közreműködésével mindenki teljes tetszése mellett vezette. Azt hiszem nem csak ez, hanem más jelentős írások is arról tanúskodnak, hogy Istvánffy Benedek a kornak ismert és elismert zeneszerzője volt. Nem csak Magyarországon, nem csak itt a környéken, tehát a Győr, Kismarton, Eszterháza, Bécs vonalon, hanem egész Európában.